Sziasztok, kedves barátaim! Itt vagyunk csodálatos helyen Budapesten, 3. kerület, Csillaghegy, és gondoltam, hogy megmutatom nektek, körbe sétáljunk ebbe a csodálatos központban, körülmegyünk, mert gyakorlatilag régen csináltam, de most újra kaptam felkérést, hogy mutassunk be a központot, és ezért csináljunk nektek, remélem fog tetszeni, Isten hozott az Isten templomában. Vagyunk. Ez a lélek palotája, nagyon szép, ez a főhely, ahogy látjátok, ez a Gopal csarnok, ez a neve. Itt jönnek a vendégek, a Krisna hívők, és akkor itt lehet leülni, társulgatni, beszélgetni, kérdezgetni. Balra tőlem mindjárt oda sétáljunk, van a Govinda, nagyon különleges finomságokat lehet kóstolni. Nézzünk körül, utána megmutatom nektek a fő helyünket, amiért létezik is ez a lélek palotája. Na, persze, sok vendég először ide látogat, hogy finomságokat egyenek, kis csigákat, cukormentes édességeket, cukros édességeket, vegán ételeket, és még lehet venni fűszereket, de a legfontosabb, hogy lehet venni, akinek, írjátok a kommentekben, kinek már van japalánc, akkor lehet venni, vagy imafüzért, és akkor lehet mantrázni. És lehet ruhát venni, amit látjátok rajtam, és pont ilyen nem, de hasonlókat lehet venni. Akkor most elmegyünk templomszobába. Még igazából ez a legfontosabb, ott lehet imádkozni, meditálni, énekelni, mantrázni és végezni bhakti jógát. Nagyon csodálatos templom és nagyon sok lelki energia, lelki potencia. Itt a fő bejárat a templom szobában. Ez a templomszoba, látjátok mögöttem oltárt, Isten, ő személy, Istenség legfelsőbb személyiség, mi is, mint lelkek, személyek vagyunk. Ezért, meg a Bibliában is olvasható, hogy saját képére teremtette embert, az Isten. Ez azt jelenti, hogy a mi formánk olyan, mint Isten formája, vagy Isten ember alakom. És a Istennek sok inkarnációja is van, sok formája, mert ő végtelen nagy, ez azt jelenti, hogy még végtelen megnyilvánulás vagy avatár van. Számtalan szor alászáll a Földre, 500 év ezelőtt kegyes formában alászállt, és nagyon-nagyon nagy együttérzéssel szerette volna megmenteni szenvedő lelkeket. Ezt a hangulatot, amelyikkel alászállt Isten, úgy hívják, hogy Adbuta, Audária, aki nagyon szeret mindenkit, meg akarja osztani mindenkivel a szeretetet, és ugyanakkor nagyon együttérző. És ezért bhakti jóga jó működik, amikor mi Istenhez imádkozunk, aki ebben formában van. Így történnek
reggel fél öttől programok kezdődve, egész fél kilencig, utána egész nap lehet jönni, vannak szertartások az oltáron, akkor van esti programok, aki járt vasárnap, írjátok kommentekbe, ki már vasárnap járt itt, vasárnapi programokon, és fesztiválok is történnek, szóval ez egy meditáció hely, ki lehet próbálni, itt nagyon jól lehet imádkozni, meditálni, mantrázni, mert itt lelki energiák uralnak. Itt nincsen anyagi energia, itt nem működik a karma törvény. Itt lelki törvények működnek. Akkor most menjünk tovább. Irodák vannak itt, mert természetesen kell menedzselni a tevékenységeket, és van a vezetőnek irodája, könyvelő irodája. Itt vannak kis háttérmunkát, amit szokták rendezni, és ilyen kis üveges, ami nagyon-nagyon tetszik. Ebben a helyiségben pedig étkezés. Úgy hívják, hogy Prasadam szoba. Majd látjátok a videón, Krishna hívők földön ülnek, nincsen asztalok, és így esznek. Különleges és egészséges. Itt pedig lehet pihengetni, hintázni, és most mondom a lényeget. Van különféle lehetősége a Krishna hívők számára. Itt laknak is, képzeljétek el, olyan templom, ami a kolostor is. Ez egy fontos misszió, mindig szoktunk javasolni a hívőknek, hogy költözönek be egy kis személyiségfejlesztésre, személyiségépítésre, hogy legyenek éretek, kapcsolatukra érett, talpra esett személyek, akik meg tudnak másokat bocsájtani, nem sértődnek meg, és kapjanak lelki élményeket. Az a lényeg, a lelki megvalósítás, mert ami előtte felsoroltam, az megy vele együtt. És ezért ide lehet jönni, lakni, valaki 2-3 évre jön, valaki ide költözik, egész életre, és hogyha néz minket a videónkat, fiatalok, 18-30 év között, és szeretnének, keresnek az utukat, vagy szeretnének egy idejére megállni, akkor lehet, itt fogtok látni lehetőségeket, hogy hova lehet jelentkezni, mi ezt javasoljuk, mert férfiaknak, hölgyeknek is jó, mielőtt folytatjunk a felnőtt életünket, vagy kezdjünk a felnőtt életet, miután kimentünk a családból, nagyon jó kapni egy ilyen személyiség-lelki képzést, 1-2-3 év, és utána lehet menni dolgozni, család, minden, lehet maradni, mert a fiataloknak ez hiányzik, ahhoz, hogy legyen érett személyiség. Mi ezt tudjunk tanácsolni, ajánlani, nagyon biztosan, mert ez legjobb. Miért? Mert egy lelki misszióba veszünk részt, és a lelki misszió különleges, izgalmas, kalandos életet nekünk biztosít. Lehet idejönni, ezzel kapcsolatban fogtok látni e-mail cím, hogy hova lehet jelentkezni, de lehet Krishna völgyhez csatlakozni, ott is missziót csináljunk, én pedig oda tartozok, lehet oda, lehet ide, minden kettő elérhetőség van számatokra, és próbáljátok ki, lehet csak egy hétvégével kezdeni, megnézni, hogy az mi, mit kapok, ne legyen zsákba macska, utána lehet egy hónapra, vagy egy évre, és régen volt katonaság, és ez nagyon jó volt, amikor én is voltam katona nálunk, aki volt katona,
két évig, azokat utána mindig, mikor hazajöttek, nagyon tisztelték, mert látták, hogy férfiasabb lett, önállóabb lett, magabiztosabb lett, és ilyen megformált személyiség. És ez csak egy katonásság, itt pedig lelki képzés. Itt garantált sokkal végtelen nagy különbség lesz, mint valaki katona volt, vagy itt volt a misszionárius. Várok titeket szeretettel, és írjátok a kommentekben, ki már volt ebben a központban, ki gyakran jár, és azt is írjátok, ki már ez a videó után már most szalad ide. Hare Krishna!